most volt valaha a legnagyobb érdeklődés, összesen 42 csapat jelentkezett, közülük kellett kiválasztanunk a legjobb 24 csapatot, akik részt vesznek a fesztiválon most. 24 csapat jelentkezett a versenyre, úgy válogattunk, hogy minél jobb menüsorok legyenek, és minél változatosabb legyen az egész rendezvény. Palesztinából érkeztem, ettem a palesztin ételekből, illetve az algériaiból is. Finom ételek vannak, mint a muzakán és a malube, és nagyon várom, hogy mást is megkóstoljak. Ennek a Debreceni Egyetemen ez a legnagyobb rendezvényük, és igen nagy számban vannak jelen az egyetemünkön. Igazából itt ünneplik a kulturális sokszínűségüket, megismerkedhetnek egymás kultúrájával, ünnepelhetik a sajátjukat, és ez egy utolsó kikapcsolódás nekik a vizsgai időszak előtt. Ugyanúgy a magyar hallgatókat is érdekli ez az egész, hiszen szeretik megismerni a különleges ételeket és a különleges kultúrákat. Itt a hallgatók, sőt, a rendkívül sokféle nációnak az egymásra találása és egy közösséget alkotása szempontjából ez egy kulcsfontosságú esemény. A nemzet hagyományai, az ízei, szokásai azért a nemzeti ételekben benne vannak. És az egy komoly tisztelet az egyik nációtól, hogy a másik nációnak a kajáját megeszi. És az, hogy a Debreceni Egyetem pedig, mint nagyoktatási intézménye, ez megfelelő vehikulumot ad. Ez azt jelenti, hogy a hallgatók és az egyetem közötti kapcsolat is mindig egy lépcsővel jobban harmonizálódik ezeknek az eseményeknek a kapcsán. Úgyhogy mi is nagyon nagy hangsúlyt fektetünk arra, tacára annak, hogy nem főzünk és nem eszünk. Hey, you guys!